Az országban egyedülálló kártyát vezet be a szimfonikus zenekar, amelyhez hasonlót művészeti együttes még nem használ. Mérei Tamás úgy fogalmazott, a hála és a partnerség jegyében bocsátják majd ki az exkluzív plastik kártyát, amely különböző kedvezményeket jelent a tulajdonosának. Aki bérletes, ő megkapja nyilvánvaló a kártyát, csak úgy az intézményünk dolgozói, és azok a partnerek, akik vállalják azt, hogy a kártya használóinak bizonyos mértékű kedvezményt nyújtanak, ők is természetesen, mi ugyanilyen kedvezményt nyújtunk a saját jegyárainkból, de előfoglalási kedvezményt is biztosítunk. Április 13-án nagyszabású koncertet szervez a zenekar. A tavalyi Hollywood Classics és egy budapesti fellépés után harmadszor készülnek közös produkcióra Radics Gigivel, a Megasztár különleges képességű felfedezettjével. A hangversenyen a fiatal énekesnő új lemezének dalai mellett közkedvelt slágerekkel lép a közönség elé a Művelődési és Sportházban. A helyszínt az Agora biztosítja, de a kulturális központ az év hátralévő részében is együttműködik majd a zenekarral. Lesznek olyan események, amikor az Agora költözik be a Bartók terembe, ilyen lesz majd többek között a hagyományos Szent Márton napi díjkiosztó gála, de gondolkodunk olyan közös projektekben, amelyek még nem voltak Szombathelyen. Így a Szavára Szimfonikus Zenekar és a szombathelyi különböző zenekarok, főként könnyűzenével foglalkozó zenekaroknak a nagyon speciális sajátos együttműködése, ami majd talán évvégén ölt testet. A tájékoztatón elhangzott, a zenekar idei költségvetését elfogadta a város, de az együttes, mint nemzeti minősítésű zenekar, újabb központi forrásokban is bízik.